Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyveket fogok ajánlani, amik egyrészes kötetek. Mert bár valószínűleg a sorozatokat én például jobban pártolom, mert ugye sokkal tovább tart a sztori, és sokkal több idő van mondjuk egy-egy dolgot kifejteni, ettől függetlenül néha jobb csak egy kötetes könyveket olvasni, vagy olyan történetet, ami egy köteten belül van. Ráadásul ezek olyan könyvek, amik szerintem nagyon jó példák arra, hogy nem muszáj mindent kihúzni több köteten keresztül, mert vannak olyan könyvek, amiket például elhúznak túl sok köteten keresztül, és a végére már se az író, se az olvasó nem tudja, hogy miről van szó. Igen, most a Trónok harcáról beszélek. 10 könyvet hoztam, és igyekeztem valahogy úgy válogatni őket, hogy kb. Olyanok legyenek javarészt benne, amikről mostanában nem nagyon esett szó, vagy úgy amúgy se nagyon esett szó így a csatornán. Lesz köztük ismerős, hogyha valaki több videót látott már, főleg olyat, amikben ezek is benne voltak, de tényleg próbálkoztam olyanokat összeszedni, amik még egyelőre olyan nagyon nem voltak emlegetve. Első. Ez egy John Green kötet, igazából nekem a személyes kedvenc John Green kötetem, és én erről nagyon keveset hallok egyébként, mert ugye ott a Csillagainkban a hiba, a Papírvárosok, most az Alaszka nyomából van a sorozat, és így a Teknősök végtelen sorozat ugye a legújabb, és amiről én nagyon keveset hallok, és szerintem többet kellene, az a Catherine a köbön. Szerintem ez volt így a legjobb, meg a legkönnyedebb könyve. És igazából ez egy nagyon jó kis nyári olvasmány is, mert nyáron játszódik, ráadásul pont középiskola után, tehát hogyha valaki mondjuk még ebben a korszakban is van, hogy ilyen középiskola és egyetem között, akkor is teljesen jó. Főszereplőnk Colin, és őnek eddig csak Catherine nevezetű barátnői voltak. Megpróbálják megtalálni azt az egyenletet, ami kiszámítja, hogy egy kapcsolat meddig fog tartani, és akkor ilyen kis utazós, belevertem a könyököm az ajtóba, szóval ilyen utazós, road trip, Amerikába, ott mennek Közép-Amerikába, pusztába, imádom. Következő, erről szerintem kétszer, ha beszéltem, akkor is csak futólag, Jennifer Niventől a Veled minden hely ragyogó. Ezt a könyvet még a csatornaindítás előtt olvastam, szóval azért nem volt még nagyon róla szó. A Holding Up the Universe-nek nem jut eszembe a magyar címe, az ugye Jennifer Niven másik könyve. Ebből nemrég jött ki egyébként a film is. Na, ez is ugye egy rész, tehát ennek nincs folytatása, mert egyébként egy csomószor van, hogy van egy könyv, azt hiszed, hogy egy részes, és ott van mellette, hogy is zárójában olyan, hogy sorozat, de amúgy nincs még több része, csak majd lehet lesz, és ez összezavar meg, hogy igazából vannak könyvek, amiknek tényleg felesleges folytatást írni. Mert jók voltak azok úgy magukban is. A sztori ugye Finch és Violet barátsága ismerettségének a története. Alapvetően boldog ez a könyv. Csak van benne egy elkerülhetetlen dolog, ami a végén nem teszi boldoggá. Amúgy meg imádom. És nekem ez sokkal jobban tetszett, mint a Holding Up the Universe, aminek nem jut eszembe a magyar címe. Amúgy egy csomó friss olvasmányom is van ezek között. Az egyik a Birodalom végzete. Na ez tipikusan arra példa, hogy egy fantasy könyvnek nem kell sorozatnak lennie, mert egymagában is ilyen tökéletesen jó tud lenni. Ez egy kis hablány, újramondás-szerűség, de hát én imádtam. Egy kicsit rettegtem tőle, mert ugye ez vöröspöttyös. Én meg sokszor mondom, hogy miért nem szeretem a vöröspöttyöseket. Mikor megláttam, hogy ez vöröspöttyösként lett kiadva, hiába volt rajta sok ideje a várólistámon, úgy voltam vele, hogy akkor lehet mégse kéne elolvasni, tehát hogy így dilemmáztam. De megkaptam végül a könyvet, és elolvastam, és annyira örültem, hogy elolvastam. Vörös pöttyös, de ugye a romantikus szállott úgy benne van, de az másodlagos, és nincs az arcodba tolva, és nincs az, hogy a könyv közepén egyszer csak 10 oldalon keresztül hálószoba jelenet jön szembe, és így mi történt? És nem is akarom egyébként, hogy legyen belőle folytatás, szóval nekem ez tök jó volt egy könyvként, kerek volt, lezárta a sztorit, jó volt a vége, úgyhogy nem is kell neki. Ha eljutunk januári tutira, hogy benne lesz a top 5 kedvenc könyvemben. A következő, Joanna Siniszalótól a Nap magja, ő egy finn szerző, csináltam róla Barangolás Európában részt. A lényege igazából a sztorinak az, hogy ez egy újfajta rendszer van Finnországban, mármint hogy egy alternatív múlt, jövő, ilyesmi, és újfajta rendszer van, amiben hát a nők azok ilyen másodkategóriás emberek, tehát hogy ők így mondhatni semmibe vannak, de úgy totál telibe semmibe vannak nézve. És ez egy döbbenetes olvasmány volt számomra. Úgyhogy
ezt most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon próbálom ajánlani, amikor csak alkalmam adódik rá. Mert igaz, hogy borzolta a kedélyémet, és a feminista énem az nagyon vicsorgott néha a könyvben történtekre, de tanulságos volt teljes mértékben. Majd belinkelem ide, a Barangolás Európában részt róla. Másik kötelező író manapság szerintem Celeste Ng, és az Amit sohasem mondtam el. A kis tüzek mindenütet még nem olvastam, az is különálló kötet, az a második könyve az írónőnek, de ez, legalábbis sokan azt mondják, hogy a kis tüzek mindenütt jobb, ezzel szemben nálunk rajtam kívül mindenki olvasta már mindkettőt, és nálunk mindenki szerint ez a kötet volt jobb, úgyhogy szerintem sanszos, hogy nekem is ez lesz a véleményem, amint elolvasom a kis tüzek mindenütet. Ez a könyv alapvetően egy családi tragédiát követ, aminek során a jelenben és a múltban egy gyerek vagyunk, és a különböző nézőpontokon keresztül kiderülnek a dolgok, és hogy mi miért történt, és hogyan, csak ugye az alapvető problémát azt jelenti, hogy a kis családban a szereplők és a családtagok nem beszélnek egymással, úgyhogy a tanulságot elmondom már most, egyébként ez nem hinném, hogy spoiler, mert ez elég gyorsan kiderül a könyvből, az is a tanulság pedig az, hogy beszélgessetek néha, mert jót tesz. Elkerülhetünk olyan dolgokat, mint ami ebben a könyvben is történik. Következő, erről szerintem mostában elég sokat beszélek, az pedig a Fangirl, tavaly év egyik nagy kedvence. Első egyetemista évet fedi le, Kat az a szereplő, akit követünk, és hogy ő ez az egész hogyan birkózik meg igazából. Én még ezt középiskolásként olvastam, de utána ugye mentem egyetemre, és ha most újraolvasnám, még jobban azonosulni tudnék egyébként szerintem kettem, mert nekem is az egyetem, hát az az első fél év, meg főleg ott az első egy hónap, hát az nagyon ilyen a kis világomból ki lettem szedve és áttéve egy másik. De mondjuk szerintem én jobban vettem a helyzetet, mint Kath, azért, úgyhogy annyira súlyos eset nem voltam. Ez is olyan, mint a Catherine a köbön, hogyha valaki most megy esetleg egyetemre, vagy a körül van, akkor szerintem nagyon jó kötet. Főleg akkor, máskor is, de jó. Ráadásul ez egy ilyen iszonyat szívmelengető kis fluffy, erre tényleg nem tudom, ilyen nagyon cukiromi történet. Erről a könyvről ezer éve beszéltem, pontosan azért, mert azelőtt olvastam, hogy elkezdtem a YouTube csatornámat, és csak a 17-es kedvenc könyvek videómban volt benne, ez pedig a Hadak útján. Első világháborús, nagyon rövidke, és Joyt a lovat követjük végig az első világháborúban, mert ugye őt besorozzák, mert hogy kellett a hadseregnek ló, és az ő útját követjük, igen, a világháborúban. Ez a sor köze semmi. Szóval igazából, hogyha most csak ilyen zárójeles megjegyzés, nem tudom, hogy ezt mondtam-e annó, mikor volt ilyen idegen nyelves olvasós videó, de szerintem ez ilyen első angol könyvnek is jó, mert igazából nem olyan bonyolult szerintem a nyelvezete, de könnyen lehet olvasni, az biztos. Hát ez is egy, nem lesz, egy 18-as nagy kedvencem. A Lehull a lepel. Na most technikailag ez most lesz sorozat. De a második része, ami most hirtelen nem emlékszem, hogy idén jelenik meg, vagy jövőre, vagy már lehet megjelent, nem tudom, az ezt a sorozat címet viseli. De én úgy tudom, hogy a két könyvbeli szereplőknek, tehát hogy a következő kötetben lévő szereplőknek igazából nincs köze ezekhez a szereplőkhöz. Szóval jelenleg én még azt fogom mondani, hogy ez különálló kötet. Ha valaki ismerős a 0. óra című filmmel, a Breakfast Club-bal, akkor az alapfelállás hasonló, kivéve, hogy itt történik egy haláleset, és ugye a potenciális gyanúsítottak azok, akik szintén büntibe voltak, mert 5-en voltak büntibe, de csak 4-en jöttek ki. Alapvetően nem is a büntény megoldása meg, hogy ki volt a gyilkos, tehát hogy nem ez a legközpontibb dolog, hanem a négy karakter, hanem az, hogy a négy karakter ezt hogyan éli meg. Következő, ez, na erről tényleg nem beszéltem, mert ezt is nagyon régen olvastam. Ez az Eleanor és Park, ez szintén egy Rainbow-ával kötet, kicsit kevésbé olyan kis szívmelengető, mint a Fangirl, bár ez is olyan, csak ez a Fangirlhöz képest komolyabb konfliktusokat vázol. És a két főszereplőnk Eleanor és Park, és az ő kettőjüknek a kapcsolatát követjük végig, vannak benne zeneválogatások,
képregények, nagyon jó. És az utolsó, ez a legfrissebb olvasásom egyébként, mármint ahhoz képest, amikor ezt a videót felveszem, ez a Padlásszoba kis hercegnője. Ez egy klasszikus gyerekkönyv egyébként, szóval kicsit másabb kategória, mint az eddigi könyvek, és arról szól, hogy Sarah apja nagyon-nagyon gazdag, és Indiában laknak, de aztán Sarah elküldi, hogy Angliában tanuljon, egy ilyen magániskolában, ilyen hölgysuliban. Először arról szól a könyv, hogy oda hogy illeszkedik be, mert egyébként egy intelligens, okos, szerény, intellektuális kislányról beszélünk. Nagyon jó fantáziája van, és nagyon jól tudja kezelni a helyzeteket, és végtelenül kedves, és türelmes, és minden, tényleg. Hát először hogyan kezdődik azt, hogy ebbe az iskolába megy, mert ő lesz a, hát kitüntetett tanuló, de azért, mert hogy az apja gazdag, és az igazgatónő ezért mutogatja mindenkinek, hogy hát... Igen, a bonyodalom, amit az jelent, hogy Sarah apja meghal, és elveszik az összes pénzét. Szóval Sarahnak nem marad semmije, és most már nem ő a kitüntetett diák. Végülis ott maradhat az iskolában, de nem mint tanuló, hanem mint szolgáló. Igazából utána azt mutatja a könyv, hogy ezzel hogy birkózik meg, és nagyon-nagyon jó kis könyvecske volt, és nagyon-nagyon aranyos kis történet. Hát végtelenül bájos volt, ezt mondtam rá legutóbb is, mikor beszéltem róla, úgyhogy most ezt is nagyon ajánlom, főleg, hogy ez is egy olyan könyv, amiről nem szoktam így külön sokat hallani, meg én erről a könyvről esküszöm soha nem hallottam, és nem tudom, hogy pedig. Azért a többi ilyen kiadású könyvemet így nagyjából képbe voltam velük, de ezzel nem. Úgyhogy most ezt is sokat fogom ajánlani. Nem emelem fel a kupacot, mert elég nagy. Igazából ebből csinálhatok majd több kört is, most ezt próbáltam korlátozni a mennyiséget, hogy hány könyvről beszélek, de most ebben a... mondjuk azt első körben ezeket az egyedülálló köteteket ajánlanám mindenki figyelmébe, aki mondjuk nem szeretne most beleugrani esetleg egy sorozatba. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!